abban az időben, amikor én modell voltam, akkor sajnos nem voltak ilyen nagyon jó sminkesek, se stylistok, semmilyen ruhát nem kaptunk, csak saját. Az összes poszterem és minden az mind a saját kreálmányom, vagy készítményem, vagy innen-onnan hoztam. Igen, tehát körülbelül így. Én nagyon régen nem láttalak élőben, és fiss fájdalmas. No. Ekkora a derekad, mindened igazi, és azt mondtad, hogy és most még nem is edzem. Hát ezt nem bosszantásból mondtam. Egyébként mostanában tényleg nem volt sok időm edzeni, de mondjuk azért a lelki edzés, vagy a lelki ráhangolódás azért az is segít. Hagyjál már, nem mond nekem de, azt. De, hidd el, hogy a belső, minden a fejbe dől el. Ezt én egy ilyen vastag könyvet írtam erről, minden a fejbe dől el. Tehát valójában a gondolattal tényleg teremtünk. Tehát a teremtőerünk valóban akkora, amekkora belevetett hitünk. A hitünket kell megerősíteni. És szerinted te ettől nézel ki gyakorlatilag nem tudom hány éve ugyanúgy? Nagyon sok éve, mondom. Hát azért van egy születési adottság, egy genetika. Ráadásul neked minden igazi. Én nekem mindenem igazi, így van. A hajamban van egy pár. Jó, de, nincs, de egyébként de, hogy egyébként nincsen, nem nincs, vagy felvarva, nem vagy feltöltve, nem vagy meghosszítva. Nem, semmi. Nem, miért ilyeneket is tudnak? Mit tudom én, nem csak... Nem, az az igazság, hogy született, volt egy genetikám, és én igazából ezt, hogy mondjam, egy adottság, amit én megpróbáltam tartani. Nagyon sok ember fiatal korában vékony, karcsú, és aztán egyszer csak puff, elhagyják magukat. Ennek biztos sok oka van, biztos lelki oka is lehet. Én ugye az életemet tettem föl arra, hogy modellkedtem, voltam metallődi, fitness, és a fitness életmód tanácsadás az úgy megmaradt, és rádöbbentem, hogy ez nagyon fontos dolog, és amikor az emberek, az ország apraja, nagyja jöttek és köszönték a programomat, a tornakazetáimat, akkor ez engem feldobott, ez öröm. Ez úgy lett, hogy te fitnesszel kezdtél foglalkozni, hogy mindenki szerette volna tudni, hogy mitől nézel ki úgy, ahogy kinézel? Igazából egy... Tehát, hogy te a titkot én egy titkot árultam el, de igazából én ezt nem tudtam, hogy titok. Én azt hittem, hogy ezt mindenki tudja. Egyébként én egy, hát a kislányom megszületése után, tehát én nagyon sokat hisztam vele, én 20 kilót hisztam vele, és 13 maradt rajtam akkor, és egy pár hónap alatt én ezt leadtam. Volt egy fürdőruha, a bemutató, és abban az időben akkor te még óvis, vagy még annyi se lehettél, akkor még nagyon kicsi voltál, amikor ugye ez a történetem volt. A lányom is már ugye 30 fölött van. Az egész híradó, meg minden azon a fürdőruhasón ott volt, és mindenki azt mondta, hogy úristen, most jelent meg az újságban, az akkori ez a divatban, hogy pocakos, meg mit tudom én. Egyébként akkor nem volt még divat annyira mutatni magukat a modelleknek kismamaként. Én vállaltam. Utána lettem nem sokára metálédés. Metálédi, oké, jó, hogy szeretjük, nem szeretjük. De azért a metálédi is arra épült, a szexiségre épült. Hát igen, az benne azért volt. Azok a láncok, meg a nem tudom. Igen, de hát akkor az se a saját tervezésem. Igen, de akkor se bőlebernyegekbe szaladgáltál, hanem fekete dresszekbe, nézd, láncokkal. A modellvilágban azért egy örök szabály, hogy előnyöket domborítunk, hátrányokat palástolunk. Na, én ezt nagyon megtanultam. Tehát én nem úgy kerültem a modellvilágba, hogy én teljesen mindent tudtam erről, én szépen lassan úgymond kikupálottam, végigjártam az összes nehézséget, és igazából, mint modell, top fotomodell értem el nagy sikereket, természetesen a fürdőruha bemutatókon mindig első számú modellnek hívtak, úgyhogy ennek nagyon örültem, és akkor tulajdonképpen innen az én abéli tudásom, hogy hogyan is tartsam magam karban, mit kell tennem ahhoz, de ez hogy... egész az attól robbant be, hogy a szülés után te hogy nyerted vissza a testedet? És hogy igen, ezt akarta mindenki tudni, igen, hogy igen, te gyerek után hogy igen, nézel ki? Igen, mert általában, tehát én 20 kilót hisztam, ez úgy volt, hogy én amikor a babás... Jó, és hogy fogytál le? Úgy fogytam le, hogy már elkezdtem tornázni. Én kikértem az orvosom véleményét, hogy mit ajánl, szabad-e ezt meg ezt csinálni, és akkor mondta, hogy nyugodtan. Úgy táplálkoztam, úgy mozogtam, és tulajdonképpen volt ez a kitűzött célom, hogy azon a divatbemutatón 3 hónapos volt a kislányom, amikor én ott... 3 hónapos volt a kislányom, amikor fürdőruhában végigmentél egy bemutatón. Igen, igen, igen. Ez egy akaraterő kérdése is volt, és úgy alakítottam, hogy addigra
úgy nézek ki, hogy elfogadható legyek, és hát ugye ezt mindenki megjegyezte, és tényleg akármit csináltam a későbbi években, ez mindig visszatérő kérdés volt, és nem is tudom, hogy jó pár évre rá már ugye a Metal Lady-t pont abba hagytam, és átmentem a fitnessbe, de nem olyan volt, hogy nekem új szakmám lesz, de hogy. A akkori párom az elkezdett rendesen herótozni. Hogy? Hogy hát múlnak az évek, és tegyed csak a bőrgatya tart össze. Tehát puhult az ica, igen. Tehát puhult ugyan, az ica. Ugyanolyan emberből vagyok, mint mindenki más. Ha nem figyelek oda, akkor persze, hát akkor ugye puhul az ica. Nőből vagyok, tehát a cellulitis, meg ilyen mindenféle csúfságok jöttek, és akkor hú, mondom ebben, haragudtam érte, hogy úgy mondta, de igaza volt, tehát akkor igaza volt, és akkor mondtam, hogy na majd én megmutatom, és akkor elkezdtem otthon újra csinálni azokat a mozgásokat, csak egy otthon egyre... tornáztál? Először igen, először nem mertem emberek közé menni, nem is voltam olyan jó kondiba. Persze, először otthon, kidolgoztam a saját programomat, aztán lementem egy edzőterembe, akkor már jöttek a súlyzók és egyéb más segítőeszközök, és akkor szépen kitanultam ezt az egészet, és körülbelül egy év ilyen edzés után, ez elég intenzív volt, azért heti 4-5 alkalommal biztos, hogy ott voltam egy edzőterembe, és akkor mondhatunk, és hát azt mondja, jobb, mint újkorában. És akkor mondta, hogy mi lenne, ha ebből csinálnánk egy olyat, mint a Cindy Crawford. Aha. És akkor mondtam, hogy hát végül is jó, azt én szeretem, ez egy csili csaj, én is néztem az ő programjait, egyébként sok programot néztem. Volt a Sydney Romnak volt egy nagyon jó hangkazettája is, azt nagyon szerettem, meg ugye ezek az amerikai sztárokat átnéztem, és akkor kiszedtem magamnak belőle azokat, amik meg én átalakítottam a saját képemre, én szájbarágos vagyok. De azért neked tulajdonképpen az egész karriered arra az alapra épül, hogy jó csaj vagy. Hát igen, azért ez benne volt a pakliba, legalábbis ezt a jelzőt kaptam, de én szerintem, én egyáltalában, jó, hát most a szépség az egy tágfogalom. Mert te ilyen nem, tudod mi, hogy te nem az a klasszikus, igen. Hanem ilyen dögös. Ilyen ez dögös, ilyen izgalmas csaj vagyok. Igen, amit a Hajós András mondott, hogy gyakorlatilag a naptárod volt a lelki tápláléka. Ja, értem. Hosszú éveken értem. Keresztül. De hogy te tényleg ez... Hát nézd, ez tényleg a szüleimnek köszönhető ilyen genetikai adottság. Tehát gömbölyű nő vagyok, tehát gömb, emlékszel arra, amikor erre rájössz? Hogy ez micsoda, egy fegyver? Igen, de én ezt nem nagyon használtam, engem inkább zavart. Igen, amikor kamasz voltam, és elkezdtek nőni a cicieim, kockásing farmer, és egy kicsit ilyen görnyed hát, tudod? Rövid haj, fiú, és öcsi, menj onnan! Tehát körülbelül így beszéltek velem, hogy mit tudom én, emlékszem, locsoló kocsit, és mondta, hogy öcsi, menj onnan, mellé locsola. És akkor én meg ott, he-he-he, öcsi. és akkor az volt, hogy hátba vágtak, hogy ne legyek görbe. És akkor egyszer csak úgy kihúztam magam, és akkor fú, akkor egész megváltozott a világ, és akkor rádöbbentem arra, hogy igen, ruhaipari iskolába jártam, divattervezőnek készültem, és akkor amikor már akkor időben nem volt se stretch, se semmi, akkor kőkeményen szabásvonalakat kellett, és pont azért, mert az én alakomra, tényleg 57 centis derékbőség, 92 mell, csípő, na, és akkor erre nem nagyon lehetett ruhát kapni, de akkor én már rájöttem, hogy ez micsoda. Hát igen, ez egy különleges valami, és akkor én elkezdtem magamnak varni a szebbnél szebb karcsúbbnál karcsúbb testhez álló cuccokat. És akkor abban nekem úgy sikerem volt igazából, ez egy jó korszak volt, na, amikor erre rádöbbentem. És tulajdonképpen nem éltem vissza vele soha, de viszont a fotózásban, mint modell, meg a divatbemutatókon ezt kihangsúlyoztam mindig volt vastag övem. Szóval, per, látod, hogy hát, ilyen művőben van, ja, hát úgy persze. Azt mondták, hogy persze, jól teszed, amíg teheted, addig hord ilyeneket. Tehát, de hát még most is ilyeneket hordhatsz. Hát még hordhatok, addig hordok, igen. Én szeretem ezt végül is. Egyébként megfigyeltem, hogy ez a bizonyos vastag öv, meg volt nekem ilyen fűzős övem is, Metal Lady koromban, meg egyébként is vannak ilyen vastag övjeim. Ezt képzeljétek el, itt mindenkinek mondom, ez segít abban, hogy egyenes legyél, nőies legyen a tartásod, és karcsúsít. Valamiért, amikor teleszed magad, nem kell összehúzni, most sincs rajtam semmi, de amikor teleszed magad, akkor érzed, hogy ó, szorít az öv. No, és akkor már úgy tudod, ez egy ilyen kis kontroll is egybe. Úgyhogy én nekem ez annak idején bevált. De bármi tehetsz, vagy bármi tehettél?
őszinte leszek, és ne haragudjatok meg érte. Figyelj, most már úgyis annyi mindennel sokkoltál, hogy most már tök mindegy mond. Igen, én nagyon sok mindent megeszek. Szinte biztos voltam benne. Igen, szóval nincsenek ilyen dolgok. Én hiszem azt, hogy tényleg a fejbe dőlnek el. Hát, hogyha félelemmel nem, eszem. Az, hogy a hamburgert megeszem, meg a, nem igen? tudom, a krémest, igen? az nem fejbe dől el, hanem az zsír lesz. Édesem. Nálam zsír lesz, hiába gondolok rá, a hogy izom lesz, izom lesz, nem lesz nem, izom. Mert ezt hiszed magadról, és ezért... Nem, ez egy tény! Nem. Hidd el, hogy nem. Amikor fotózás, vagy ugye a kazettára készültem, persze akkor odafigyeltem a táplálkozásra, van ez szisztémám. Tehát én hiszek a tudatos táplálkozásban. A könyvemben le is írtam, hogy először is a gondolatok fontossága, amit ugye most itt ecseteltem, másodszorban, hogy tudatosan mit, miért és hogyan. Ha én tudom azt, hogy mi az, ami építi a szervezetemet, milyen vitaminok, ásanyagok, nyomelemek, azok szükségesek, hiszen ha csak ezt megjegyzi egy ember, hogy amit eszek, azt tud csak bennem építeni, vagy leépíteni. Tehát ha ócska minőséget eszek, azért arra vigyázok, hogy azért ne egyek ócska minőségű ilyen-olyan kemikáliával fűszerezett dolgokat. A természetes élelmiszereket, a frisseket, imádom a gyümölcsöket. A folyadékfogyasztás fontossága, a fehérjék, a szénhidrátok, De azért ez nagyon tudatos. Soha nem féltem megenni semmit. Ezt így néznek az emberek, hogy létezik az, és le is fotóztat, mondom, hiába fotózott, én ezt is megtehetem. És ezt nem gizdaságban mondom, minden ember megteheti. Csak nem szabad félni, a félelem bevonza azt, amitől félsz. Sajnán. És azért nem öregszem, mert arra gondolsz, hogy nem azt mondod, hogy nem öregszem, mert azt nem értik, hanem, hogy fiatal maradok, vagy hogy? Igen, van egy program bennem ebben kapcsolatban is, mert ezt is hiszem, hogy ez is a fejben dől el, de természetesen olyan, vannak csodálatos dolgok ezen a földön, fűben, fában, eszenciákban, olajokban. Azokat mondom. Tehát vannak olyan természetes alapanyagok, fűszerek, olajok, eszenciák és táplálékok, amelyek abszolút nincsenek megfertőzve semmiféle adalékkal, hanem natúrok, fűben, fában, Isten patikája. Ezeket a dolgokat az ember magáévá teszi, keni. Miket kensz magadra? Hát például van mirha olajam, akkor van a másik, a tömjén olajam, azt is nagyon szeretem, ilang-ilang, megnyugtatja a lelki világon. De neked ez az arcápolás? Tehát, hogy nem is használsz krémeket, nem is most veszel a boltban semmit, hanem... Most kevésbé használok olajak, vagy krémeket, de van, amikor krémeimet is feldúsítom mindenféle ilyen finomságokkal. Természetesen vannak, például van olyan ital a repertoáromban, hogy kollagén ital, természetes alapanyagból, igen, de nem állati eredetűt, hanem növényi eredetű kollagéneket, van klorofil ital, ezeket én úgy kiszemezgetem innen-onnan, és akkor hát letesztelem, lecsekkolom, hogy ez most hogyan is működik, és ha valakit érdekel, akkor én átadom ezt is nagyon szívesen, mert ha nekem jó, akkor másnak is. És én úgy érzem, hogy nekem jó. Hányféle dolgot használsz? Hát, kavargászol össze? Hát az olajaimból abból nagyon sok van, tehát legalább egy ilyen 20-30 féle kicsi, kis fiolák, és akkor ehhez ezt, ahhoz azt van, amikor tehát érzem, hogy jól de eszed, iszod, kened. Eszem, iszom, kenem, és illatokkal. És hát természetesen, ha még egy kicsit rámozog az ember, akkor már csodákat tud elérni. És érdemes. Tehát aztán van nekem ugye a Shaolin barátaim, akiktől ilyen fantasztikus dolgokat tanultam, a légzés művészete, tehát a csikung légzés, amikor az orromon keresztül beszívom, elképzelem, hogy végigfut a gerincemen, a csakráimon, nem akarok ilyen bonyolult szavakat használni, de szerintem értik a te hallgatóid. Az energia... Meditálsz minden nap? Hát jó lenne, ha meditálnék, nem tudok minden nap meditálni, de alapjában véve... Igen, át szoktam gondolni, és igyekszem meditálni. Van, amikor nem sikerül, de amikor ezekkel az olajokkal egy kicsit rásegítem azt az állapotot, hogy így ellazulhassak, akkor igen, akkor az nagyon csodálatosan kisimít, és a boldogság, és az öröm. És én igyekszek az emberek felé is mosolygós lenni, mert a szeretet energiába hiszek. Mennyit foglalkozol magaddal egy nap? Hát
Vannak napok, amikor ugye egy kicsit többet, de nem mindig sikerül. Nagyon szeretem a fürdőt esténként. Uh-huh. Tusolás is, tehát a fürdés után még le is tusolok, de az csak egy pillanat. Ugye én szeretek azért relaxálni egy nyakig hab fürdőbe, ami illatos olajokkal meg spécizek, hogy így mondjam, és akkor ott a vízben, ott tudok jól relaxálni, vagy legalábbis így jönnek azok az energiák, amik engem építeni tudnak, és jönnek az ötletek, és valahogy biztos a víz az még hozzájárul az ilyen tűz, víz, levegő, föld, tehát valahogy úgy lettem egész. A sminkhez mi a viszonyod? Ja, igen, most igen, hát többnyire nem sminkelem magam ilyen konyáron. Ha ugye elmegyek valahova és van valami kis makeszom, akkor azt persze eltüntetem. Egy pici hegyi levegő az sosem állt, egy kis szájfény, ami most szinte semmi. Ennél erősebb? Vagy valamit igen. Mondjuk így ráerősítenél? Ha elmész valahova, akkor, hát akkor picit rá. Akkor mi az, amit ráerősítenél? Hát itt a kis karikáimat, mert azért szóval később feküdtem le, azt mindenféleképpen egy kicsit korrektoroznám, egy kis pirt tennék, a szememet azt mindenféleképpen, mert nekem ilyen kis... Kifesteted? Ja, most rögtön? Hogyha van kedved, nem hát, tudom. Kenjen? Hát egy picikét a szememre, az biztos tennék egy kis sötétebbet, valahogy azt én úgy megszoktam, mert olyan kis mandula szemem van, és akkor a sminktől valószínűleg, hogy kinagyulna a szemem. Magadat sminkeled általában? Igen, majdnem mindig. Abban az időben, amikor én modell voltam, akkor sajnos nem voltak ilyen nagyon jó sminkesek, se stylistok, semmilyen ruhát nem kaptunk, csak saját. Az összes poszterem és minden az mind a saját kreálmányom, vagy készítményem, vagy innen-onnan hoztam. Igen, tehát körülbelül így. Egy kicsit ilyen cica szemet szoktam. Én így szoktam kézzel is bele. Olyan picit füstösre, nem akarok olyan éleset, hogy valami konkrét. Ceruza van valahol? Ott van, aha. Azért azt szeretem. Ez fekete? Aha. Ezzel azért úgy könnyebb. Igen, ezt így szoktam. Így. Ez már majdnem elég is. És akkor egy kis pirosítóval szoktam még. Egy különleges trükköm van, az nekem bevált, és jól áll, szerintem. Vagy legalábbis ez is olyan dolog, hogy van, aki azt mondja, hogy jobb smink nélkül, de én meg úgy vagyok vele, hogy ez is a tudatában van az ember. Ez is a tudatában van az embernek, hogyha ő jónak érzi magát. Attól érzi jó magát, hogyha van rajta egy kis hegyi levegő. Szóval ez megint csak egy ilyen tudati ecset. Ott van. Uh-huh. Ő az. És akkor ez a pirosító? Aha, megnézd, ez is. Uh-huh. Lesz ez erős. A szép ér. Uh-huh. Igen. Ennyi. Ide szoktam egy jót betenni, ide. Az vagy ezzel, nem tudom. Egy kicsikét erősebb pirt szoktam használni, és most már ide is kell egy picit tennem, mert... Csontosíts? Uh-huh. Igen. Igen, így. Hát ha három dolgot választhatnál, ilyen szépséggel kapcsolatos dolgot, ami mindig az a három lehetne csak nálad, de nincs több. Igen. Akkor mi lenne az a három? Egy szemteruza. Igen. Egy szájfény, meg egy pirosító. Igazából, várjál, hogyha egy rúst választok, avval még jobban tudok variálni, mert a rúzsal már tudok pirosítani is. Egy alapozó azért kell, így van, egy korrektor. Tehát egy alapozó, egy szemceruza, meg egy rúzs, de abból már mindent meg lehet oldani. A többit megcsinálod fejben? Nem, a rúzsommal, hogyha van egy piros rúzs, most itt nem látok piros rúzst, a piros rúzsal ugye avval lehet variálni. Tehát én úgy szoktam a számot, most nincs kifestve, de megmutatnám gyönyörű színek, de nekem egy kicsit erősebb kell, úgyhogy itt van a sajátom, jó? Így. Tehát tulajdonképpen... Most egy titkot mutatsz nekem? Egy titkot fogok mutatni, igen. Vagy legalábbis megpróbálok. Így, kis... Nem annyira özék, de a hatáshoz szerintem jó lesz. Egy piros is kell, így körülbelül. Igen. Tehát, ez jó lesz. Hát, hogyha a szájceruzám volna, az még jobb volna, de ez se rossz. Majd összebakizom.
Hát először is... Hopp. Így. Olyan szép buja legyen az ember szája fotózáskor, mindig így szoktam csinálni. Csak ezt mondjuk könnyebb, ha a ceruzával. És itt van a kis ócskám, kis arany. De ezt egyébként meg lehet csinálni egy alapozóval is, és szájfénnyel, hogyha nincs ilyen arany, ilyen világosabb. Kár, hogy nincs itt még egy kis sötétebb cerkám, de már ennyivel ugye el vagyunk. Ennyivel ugye el vagyunk. Itt van, de van. Itt még egy kicsit a sötétítem. De akkor igazából három színnel csináltad. Hát attól függ, hogy igen, végül is. Ez ilyen ombre száj, ez a... Ombre, ez jó. Tényleg. De fotón nagyon mutat. Na, tudod, aha, ez nagyon, tényleg nagyon jól néz ki. Már kezd vastagodni, és akkor most rá... És most rá lesz egy negyedik féle. Ezt lehet csinálni, tehát igen, és ez meg csak egy száj. Én, hogy van egységes legyen, de... Szerették mindig így fotózni. És akkor van egy ilyen kis domborulat. Nagyon menő. Tehát két széle sötétebb, és a közepe egy kicsit világosabb, ettől olyan domború lesz, és olyan... De ezt magadnak találtad? Nem én találtam ki egyébként, tehát a hosszú évek alatt ugye mindenféle fotósokkal, meg grafikusokkal dolgoztam, és egyszer így megrajzolták nekem, és mondom, hú, ezt hogy is van? És akkor úgy jó, megnéztem, megtanultam, és akkor tulajdonképpen így lett. Egyébként meg ide szeretek még, van zöldem, és ide szeretek még egy kicsit zöldet így belehúzni, így. És akkor egy picikét ilyen még macskásabb, még zöldebb is. Ilyen. Jó, és akkor a magaméból viszont bepamacsolom. Tehát van egy kis ilyen, igen, egy kicsit így néz. És a szemnek is az állása ilyen izgalmasabb lesz, így. Hát az én kis saját trükköm, hogy ez nekem bejött. És fotón nagyon mutat. Ez olyan icásan sajátos. Egyébként már hallottam, hogy ez olyan bíróicás. Ruhákra is mondták már, hogy ez olyan bíróicás, tehát látszik, nyomot hagytam az emberekben. De ez nem az enyém, jó? Tehát igen, most egyébként egy direkt jellemzőet hoztam. Ez a fényes, fekete, szűk, és még egy kis vadállat is van benne, úgyhogy ez olyan tipikus bíróicás, igen. Ha tetszett ez a videó és szeretnétek még több ilyet látni, akkor lájkoljátok, ha van bármilyen mondanivalótok, akkor kommenteljetek, és ami a legfontosabb, iratkozzatok fel!